A fehér csokis shaken espresso, ami tudom nem annyira extrém, meg különleges, de... Őszintén valaki mondja meg, hogy mi az anyátok baja van ezzel a videóval. Köszi. Nektek komolyan az a bajotok, hogy akcentusa van csengének? Vagy valójában az a problémátok, hogy a fehér csokis shaken espresso szerinte csak átlagos, mert a ti kis silány magyar életetekbe még egy kétszer főzött, zaccos, kotyogós sem fér bele? Vagy a szép, hosszú szőke haja és a szép kék szemei zavarnak? Vagy az, hogy autóval jár az amerikai Starbucksokba? Vagy pusztán tényleg annyi a bajotok, hogy olyan dolgokkal foglalkozik, ami nekünk tényleg igazán nem fér bele az életünkbe? Azt azért ne hazudja nekem senki, hogy ez nem pusztán irítség és a hozzá hasonló korú és népszerűségnek örvendő tiktokerek és influencerek pontosan azért zavaróak nektek, mert olyan problémákkal foglalkoznak, ami nekünk tényleg nem fér bele az életünkbe. Vagy egész egyszerűen még ezeket el se tudjuk képzelni. Mennyivel, de mennyivel jobb lenne mindenkinek, hogyha egyszerűen tényleg csak azon kéne filóznunk, hogy elég extra a fehér és shaken espresso, vagy meg kell egy kicsit pistázni ahhoz, hogy Extrabb legyen, pikánsabb. És meg együtt érdekes ételeket, és nézzük meg, hogy milyen lesz együtt a kettő íze. Én személy szerint rohadtul örülnék neki, mert az életet élvezni kéne, nem beledögleni minden egyes kibaszott nap. Hogy már ki van a faszom az egészszel! De arról biztosíthatlak titeket, így ismeretlenül is, hogy sem Csengének, sem például Viszpertonnak nem ezek a valós problémáik. Ezeket mind ti generáljátok a kíváncsiságotokkal, a reakcióvideóitokkal és a ledegradálásotokkal. Tehát tulajdonképpen ezért teti az egész műfajt. Jól csináljátok nekik. Az irigy emberek tömege működteti az egész műfajt. Jó, tulajdonképpen a rajongóké is, de azért az biztos, és a marketingzsenik már nagyon régóta tudják, hogy az igazi hírvivők a negatív véleménnyel bírok. Én a Fideszre szavaztam. Hogy Hogy? Na, arra kellett. Tehát hajrá, nyomjátok, toljátok, keressetek nekik még legalább ennyi pénzt a gyűlölködéseitekkel. Legalább valakinek jó, mert a ti lelketek, az biztos, hogy elrohad. Én csak annyit tennék hozzá, hogy csenget, Ton és a többiek vegyétek magatokat, akik szeretnétek. Legyetek már kedvesek végre olyan cégekkel is leállni, akik nem mindent műanyagba csomagolva tolnak az arcukba. Azt azért tényleg rossz látni. Főleg, hogy a jövő felnőttei a ti vásárló közönségetek. Na, sziasztok! Te nagyon ég a szám!